A koronavírus járvány negyedik hulláma elérte Európát is, országszerte, így a városunkban is sok a betegek száma. Sajnos több makói honfitársunk hunyt el az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet miatt. Ezért elsőként arra szeretném megkérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy egy perces néma csendben emlékezzünk meg az elhunytakról. Az elmúlt napokban elhunyt két tiszteletteljes polgártársunk is. Szeretnék róluk néhány mondatban megemlékezni. Tatár István tanítóként kezdte pályafutását, majd falusi iskolákban folytatta a munkáját, Makon tanított általános iskolai tanárként, és évtizedekig volt megyei szakfelügyelő Csongrádban. Országosan elismert pedagógus volt, 6 matematika oktató könyvet írt, nemzetközi konferenciákon tartott előadásokat. Pályafutását számtalan díj elismerés szegélyezte mérföldkőként. 1973-ban az országban elsők között vehette át az Apáncai díjat, és 2006-ban Pro Urbe Makó városáért díjjal, 2009-ben Rácz tanár úr életműdíjjal, és 2019-ben pedig önkormányzatunk a Nemzedékek Nevelője díjjal ismerte el munkáját. Nyugodjon békében, és természetesen a hozzátartozóknak pedig együttérzésünket fejezzük ki. Ugyanígy úgy gondolom, hogy szükséges megemlékeznünk Vida Sándor építésztechnikusról, aki a közelmúltban hunyt el, aki 1990-től 94-ig volt képviselő. Itt önkormányzatunknál Sánta Sándor polgármestersége alatt az ő kezdeményezésére állították föl, többek között állították újra a Korsoslány szobrát is. Ezzel a 4 éves ciklusában rendkívül tevékenyen, elsősorban városfejlesztési feladatokban szolgálta Makóváros közösségét. Természetesen itt is a hozzátartozókkal való együttérzésünket fejezzük ki. Mint említettem, országszerte így városunkban is sok a betegek száma. A delta vírus mután sajnos nagyon gyorsan terjed, és a korábbiaknál is súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak, ezért kötelességünknek érezzük, vagy kötelességemnek érzem továbbra is felhívni a figyelmet a védőoltás felvételének fontosságára. Mind az operatív törzs, mind a Magyar Orvosi Kamara és a Városi Szakmai Stáb is meggyőződéssel állítja, hogy a legfontosabb védelmet továbbra is az oltás biztosítja, és felvételét továbbra is nyomatékosan ösztönözni kell, és erre kérem képviselőtársaimat is. Mindnyájunk közös felelőssége, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk ennek érdekében, szakmai tájékoztatásokkal, írott formában esetleg munkavállalóink, munkatársaink felé is jelezve ennek fontosságát. Önmagunk, családunk, városunk egész közössége érdekében fontos, hogy mérlegeljük ezzel kapcsolatos döntéseinket, és hogy a szakemberek véleményét fontolják meg, minél többeket kérjünk meg erre, akik nem éltek még a védőoltás lehetőségével. Az oltás életet ment, és kérném, hogy éljenek, éljünk mindannyian ezzel. Engedjük meg, hogy ezzel kapcsolatos néhány döntésre vonatkozóan is tájékoztassam önöket. A járványügyi helyzetre vonatkozó döntésekkel kapcsolatosan
polgármesteri határozatban november 15-én hoztam meg azt a döntést, amelyre vonatkozóan Makóváros önkormányzat által fenntartott makói polgármesteri hivatal tekintetében a 2021/599-es sorszámú kormányrendeletben foglaltak alkalmazását rendeltem el a polgármesteri hivatal munkatársaira vonatkozóan. Jegyzőasszony, mint munkáltató a polgármesteri hivatal dolgozóit tájékoztatta ezzel kapcsolatosan írásban is. A rendelet polgármesteri határozat szerint január 31-ig kötelesek felvenni az oltást a dolgozóink. Természetesen ehhez minden szükséges támogatás segítséget biztosítunk. A SARS-CoV-2 koronavírus elleni egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, két dózisú oltóanyag esetén pedig a védőoltás első dózisát kell eddig az időpontig felvenni. Újabb korlátozások léptek érvénybe, országosan is zárt térben kötelező a masznak a viselése, ugye ez 2021. november 20-a 00 órától, tehát szombat éjféltől, ami azt jelenti, hogy többek között az üzletekben is visszatért a kötelező maszkviselése. A szolgáltatások igénybevétele tekintetében akkor kötelező a maszk használata, ha az egy helyiségben rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak. Az iskolákban az igazgatók dönthetnek a maszkviselésének kötelezővé tételéről, pontosabban emi rendelkezés szerint most már ott is történtek változások. 500 főnél nagyobb rendezvényeken pedig védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek csak részt, és az egészségügyben kötelezővé tették a harmadik oltás felvételét. Ezúton is szeretném megköszönni minden egészségügyi dolgozónknak itt a városi szinten való szolgálatokat is. Kiemeltem most talán az oltóponton tevékenykedő egészségügyi dolgozókat, munkatársakat, akik november 22-e és 28-a között országosan ugye 101 kórházi oltóponton, nálunk itt a Városi Kórház tagintézményében a volt véradó állomáson az oltás felvételére kapnak lehetőséget regisztráció nélkül minden nap reggel 7 órától este 7 óráig. Természetesen köszönetemet fejezem ki a szociális szférában dolgozó munkatársaknak is, akik nagy erőfeszítések közepette látják most ezt szolgálatokat ebben a rendkívül nehéz időszakban, és természetesen a rendvédelmi járási kormányhivatali munkatársaknak, és többek között a saját munkatársaimnak is, itt az önkormányzati munkatársaknak is. Professzor dr. Kásler Miklós miniszter úr határozott arról, hogy a járványügyi védekezés érdekében december 1-től a köznevelési intézményekbe való belépés rendjét szigorítja és változtatja. Ebben a tekintetben az intézkedés nem érinti a tanítókat, gyermekeket, köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, a nevelő-oktató tevékenységet folytató személyeket. Elsősorban tehát azokat érinti, akik az oktatási intézményekbe, köznevelési intézményekbe lépnek be. Az önkormányzat által fönntartott 4 óvodai tagintézményünket is érinti természetesen ez a rendelkezés, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni december 1-től ezekbe a köznevelési intézményekbe. Jelenleg városunkban 195 fő van karanténban, és 134 fő közülük pozitív COVID vírus tesztet mutat. A járványügyi helyzetben továbbra is arra kérem minden jelenlévő képviselőtársamat, intézményeink vezetőit, munkatársainkat, hogy továbbra is szorgalmazzák a védőoltás felvételét közösségeikben, illetve baráti köreikben, családjukban. A járványügyi helyzet ellenére a fejlesztések természetesen nem álltak meg városunkban. A legnagyobb fejlesztés továbbra is zökkenőmentesen, ha lehet így mondani, folytatódik a hagymatikum gyógyfürdő bővítésére vonatkozóan, amelyet a nyári időszakban adtunk át munkaterületként
több fokozatban a kivitelező számára, a Fehérép Kft. Számára. A magyar kormány támogatásával és Lázár János kormánybiztos úr támogatásával indulhatott el a nagyszabású fejlesztés. November 17-én, tehát néhány nappal ezelőtt átvette a kivitelező most már a számára szükséges teljes munkaterületet, így gyakorlatilag a kivitelezés végéig ezen a munkaterületen tudja folytatni, és reményeink szerint jövő év vége felé befejezni is majd az új komplexumoknak a megvalósítását. Az ütemezése vonatkozóan az élményfürdő kivitelezése tekintetében a földszinti pillérek 50%-os készenlétét jelölte meg a kivitelező, földvisszatöltés alaplemez szintjéig elkészült, csúszdatoronyra vonatkozóan másfél szint betonozása készült el. A nyári öltözőre vonatkozóan kértük a tervezőt, illetve a kivitelezőt, hogy a nyári öltöző 360 darabos öltözői fülke rendszerét téliesítésre tervezze át. Ennek a tervezése tulajdonképpen megtörtént, és az erre vonatkozó egyeztetések vannak jelenleg folyamatban a kivitelezővel. Két kútnak, egy hidegvizes és egy melegvizes termálkútnak a fúrására is lehetőséget biztosít a kivitelezés. Erre vonatkozóan az 1350 méteres talpmélységű termálkút fúrása befejeződött, valamint a 230 méter talpmélységű hidegvizes kút fúrása is befejeződött, és a kutaknak a bevizsgálása is szintén megtörtént. Makóváros önkormányzata döntött arról a nyári időszakban, nyári időszak végén, hogy a jó gazdálkodásnak köszönhetően, illetve a magyar kormány normatíva támogatásainak visszafizetésének köszönhetően járdaprogramot indít 2021-ben. 2017-től döntött úgy a képviselőtestület, hogy saját önerőből finanszírozva, saját beruházásként járdaprogramot indít el a 8 város részben. Erre vonatkozóan 2017-ben, 18-ban és 19-ben is több mint 100 millió forintos keretet különítettünk el, 2019-ben 160 millió forintot. 2020-as évben a járványügyi helyzet miatt óvatosabbak voltunk, 21-ben azonban mégis el tudtunk indítani egy 177 millió forintos járdaprogramot. Jelenleg 7 makói vállalkozó bevonásával tulajdonképpen az összes városrészben a munkaterületek átadásra kerültek, és párhuzamosan zajlanak a járdafejlesztések. Jelenleg a Petőfi, Júz Gyula, Vekerle, Esze Tamás, Szent Anna utca, Körösi Csoma Sándor és Orgona utcákon zajlanak a járdafejlesztések. Az 500 millió forintos járdaprogramra vonatkozóan is szintén az elmúlt hónapban hozott a képviselőtestület döntést arra vonatkozóan, hogy 150 millió forintos önerővel támogatja a miniszterelnökséghez benyújtott 360 millió forintos járda programra tervezett támogatási igényünket, így összességében több mint 500 millió forintos járda programot indíthatunk el jövő tavasszal. Erre vonatkozóan a miniszterelnökség az összes adatszolgáltatást az önkormányzat részéről erre vonatkozóan elfogadta, és a kisvárosi programcsomag javaslatot elfogadva várhatóan decemberben fog dönteni kormányhatározatban a 360 millió forintos támogatásról, és ennek kapcsán ugye közbeszerzési eljárást indítottunk el. Természetesen a mai napon még két nagyon fontos városi szintű fejlesztésről fogunk dönteni, határozatot hozni. Városüzemeltetési tanácsnok ural, illetve képviselőtársaimmal is egyeztetve egy 50 millió forintos közvilágítási program, rehabilitációs program, ha lehet így mondani, a nagy fejlesztés előtt, ami városi szintű lesz, várhatóan az jövő évben tud elindulni, addig is azonban ebből az 50 millió forintos beruházásból, helyi szintű beruházásból
tudjuk a hiányosságokat, a legfontosabb közvilágítási problémákat városrészenként kezelni. Természetesen az erre vonatkozó javaslatokat is az egyéni választókörzetek képviselőitől várjuk. És természetesen szintén egy nagyon fontos döntésünk lesz még a mai napon, egy 57 millió forintos keretre vonatkozóan nagyobb aszfaltozási fejlesztést indítunk el a városunkban. 5 városrészben, és természetesen ezt tavasszal tovább fogjuk a költségvetésünk elfogadását, jövő évi költségvetésünk elfogadását követően tovább fogjuk majd folytatni. Az utak kátyúzása és a lomtalanítás jelen időszakban is folyamatos, amit ezúton is megköszönök mind a műszaki csoport, mind a városgazdálkodási divízió munkatársainak ennek a koordinálását, illetve levezénylését. Városunk önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntarthatóság előmozdítására, ezért csatlakozva a magyar kormány ez irányú törekvéseihez, a Tesco áruház mögötti 4 hektáros területen 36 ezer akácfa csemetét telepítünk, megvalósítva ezzel a korábban mocsaras, törmelékes belterületi résznek a rehabilitációját is egyben. Várhatóan néhány éven belül megkezdődhet a ritkítás majd itt, amelyből szociális célokra szeretnénk majd tűzifát juttatni a makói rászoruló családok részére, emellett pedig természetesen a méhek számára is ideális virágporgyűjtő terület jöhet majd létre. Ezúton is szeretném megköszönni a munkájukat a Városgazdálkodási Divízió munkatársainak, főkertészeinknek, Csermák Szilvia zöldváros tanácsnoknak, és városunk alpolgármesterének, Varga Ferenc alpolgármester úrnak a kivitelezésben történt tevékenységüket. A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg a Virágos Magyarország versenyt, ahol a Magyar Turisztikai Ügynökség külön díját városunk nyerte el. Köszönettel tartozom itt is természetesen főkertészeinknek, Csermák Szilvia a zöldváros tanácsnoknak, és természetesen a Városgazdálkodási Divízió munkatársainak, és természetesen minden makói polgártársunknak, aki fontosnak tartotta, és bármilyen formában részt vállaltak városunk szépítésében, zöldítésében és virágosításában. Erre vonatkozóan a Magyar Turisztikai Ügynökség 2021. november 30-án fogja átadni személyesen a díjat. A fővédnök ezen ünnepi eseményen Borbás Marcsi és a szervezőbizottság elnöke dr. Dömötör Tamás adját személyesen a díjazottaknak, díjazott városok képviselőinek az elismerő díjat. Csermák Szilvia zöldváros tanácsnok képviselőtársamat kértem föl az elismerő díj átvételére, mivel a járványügyi helyzet tekintetében csak egy személy vehet részt minden település, érintett település képviseletében. Megkezdődtek, kiemelten szeretném megköszönni ezzel kapcsolatosan az egyéni választókörzetben lévő képviselőtársaimnak a segítségét, illetve tevékenységét, a megkezdett szépkorú polgártársaink 10 000 forintos utalványainak kiosztása tekintetében. Szintén a jó gazdálkodásnak köszönhetően az idei évben a 65 év felettiek számára biztosítjuk, a korábban 70 év fölöttiek számára biztosított 10 000 forintos utalványt. Az idősek megbecsülésének jó példája az is, hogy Magyarország kormánya visszaépíti a 2010 előtti korszakban elvett 13. havi nyugdíjat, és továbbá a nyugdíjasok számára ebben az évben nyugdíjprémium keretében 80 ezer forintos plusz támogatást is biztosít. Természetesen megköszönöm a képviselőtársaimnak ezen munkáját, december 20-áig szeretnénk eljutatni a nyugdíjasok számára, amennyiben nem találják otthon az érintett makói nyugdíjasokat. Ebben az esetben önkormányzatunk természetesen telefonon is biztosít elérhetőséget a 62-es körzetszám 511-854-es telefonszámon,
és természetesen egyeztetett időpontban, itt a hivatalban is lehetőség van rá, ügyfélfogadási időben. Szeretném megköszönni a hatósági csoport munkatársainak az előkészítési munkálatokat, és természetesen képviselőtársaimnak pedig a kiosztással kapcsolatos tevékenységüket. A makói újszülöttek támogatására vonatkozóan szintén döntést hozott a képviselőtestület, amit ezúton is szeretnék mindannyiójuknak megköszönni. Rendeletbe visszavezettük a 2020. évben született újszülöttek számára, hogy a 150 ezer forintra emeljük föl a támogatást, a települési támogatást, illetve a 2021-ben születettek számára pedig már a 150 ezer forintos emelt települési támogatást fogjuk biztosítani. Amennyiben a járványügyi helyzet lehetőséget biztosít, akkor december 18-án a sportcsarnokban ünnepélyes keretek között szeretnénk átadni, és néhány napon belül folyosításra kerülnek ezek a támogatások, települési támogatások. Természetesen képviselőtársaimat is szeretettel várom ezen ünnepi eseményre, amelyre Lázár János országgyűlési képviselő urat is meghívtuk. Adventi időszakba lépünk. Természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett elsősorban a szabadtéri eseményekre fordítunk most nagyobb figyelmet az ünnepi időszakban. Most vasárnap nyitja meg az adventi vásár kapuit a Makovec téren, illetve szabadtéri adventi ünnepi kiállítással szeretnénk kedveskedni a makóiaknak, illetve a városunkba érkezőknek. A Szökőkútnál hasonló módon, mint ahogy azt tettük a húsvéti időszakban is, az egyház közösségeink vezetőivel egyeztetve, amit ezúton is szeretnék megköszönni, az együttműködést, illetve a közreműködést ebben. Most vasárnap 17 órától várunk mindenkit szeretettel a Makovec térre, ahol Stefán Zoltán újvárosi református lelkész fogja áldását adni a jelenlévőkre, és a Varga Balettánc műhely, valamint a Forgatós Tánc Együttes fog majd szabadtéri műsort adni. Várunk mindenkit szeretettel. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti felszólásban ennyit szerettem volna tájékoztatásként elmondani, és természetesen lehetőséget biztosítok a képviselőtestület számára is az időkorlátok betartása mellett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.